Akinek meg nem volt a saját magának se kívánja. Valahonnan kerítenie kellett egy gyógyítót. De hát, ahogy az előbb mondta, az Úr mindig magunk elő hoz valami olyat, amire éppen szükségünk van. Vagy olyan valakit, akire éppen szükségünk van. Jaj! Az Úr elveszi. Atya Isten! Ezt mondta! Ezt mondta! Jaj! Jézus! Hát én... Régóta foglalkozom a spiritualitással. Bocsánat, csak hogy lefeküdtem, de nem bírtam már állva maradni. Eltávolítom a ördögöket. Miket? Feküdjön föl az ágyra. Feküdjek föl, megmozdul. Azt! Maradjon ott, ezt is megoldom. Jaj! A spiritualitásnak a lényeg, hogy mindig legyél flexibilis. Köszönöm szépen. Ezt magamnak mondom, hogy ennyire laza vagyok, hogy itt is megoldom, hogyha fekszem. Jaj! Mi jut eszébe erről a hangról, amit ő most kiad? Amit én kiadom? Igen, erről a nyögésről. Kurva nagy fájdalom! Nekem nem. Körbe füstölőznek. Au! Hozzád sem értem. Ja, hozzád értem? Kiégetted a lábamat. Ez egy jel? De mire jel? A Jóisten mit üzen neked ezzel? Látod? Előbb nem tudtál mozogni. Hozzád értem, rögtön mozogtál. Hazudsz magadnak? Még jobban fáj. Mi másban hazudsz még az életben? Miért hazudsz itt meg? Parancsol? Még jobban fáj. Jó, jövök. Mindent be fogunk itt vetni. Keresem, hogy mik vannak itt még nekem. Szent dolgok. Például... Oreóval legyezlek. Nem látom. Tessék? Oreóval. Mi a Krisztus? Nincs benne sajt. És az jó, mert nem okoz gyulladást. A sajtól sok nyálka lesz benned, mert tej. Az Oreóban nincsen saj. Tehát nem lesz. Látod jobb? Már föl tudsz állni. Jaj! Bizony. Várjál, megmasszírozlak. Maradj úgy, itt maradj. Köszönöm szépen, nehogy hozzám érjél. Na maradj. Segítek, figyelj, csak az energiákat érezd. Édes. Az energiát érezd. Az energiát érezd. Jaj! Ene, mi van? Innen ered. Nem a feleket! Innen ered. Most bízol egy spirituális mesterben, vagy nem? Hát... Direkt hoztam neked egy hagymát. Ez a hagyma mit jelképez neked? Kedvenc zöldségem. Tudod, hogy egyes tojásokat keleten, Japánban, mire használnak? Mire? Majd megtanítom azt is, a tantra művészetét. Addig tantra? Ez szex dolgot. Energia. Maradj így. Azaz. Ne érts félre semmit. Igen, kicsit megmasszírozlak. Egy mestertől ezt engedd meg. Engedd meg egy spirituális mesternek. Az ajánlót leviszem. Nem akarod levenni ezt a nadrágot? Nem akarom levenni! Húzzák a picsával, nem akarom, mit csináljak akkor. Úgy értem, hogy ezek a gyógyítók kövek... A hülyét, mint én, 15 ezerért ezt. Ezt 8 ezer. Eladok neked egy ilyet. Mit? Előre nem fizettél. Ilyen bazári... Előre kell itt nálam fizetni. Előre fizettem, át van utalva, előre átutaltam. Spirituálisan utaltál vagy? Micsoda? Mennyit adtaltál? A spirituális energiacsere? 15 ezeret átutaltál, hát ez szórakozzál. Nem akarod, hogy megtanítsalak a tantrára? Nem, a tantráddal tudod kitanítsalak. Jó, akkor most elmegyek. De már jobban vagy. Inkább ezért köszönet járnak.
Befelelt a mesteri szavai. A számom ott van, hogyha van kedved tantrázni, akkor... Szóljál. Jó? Ezt itt hagyom ezt a baromságot neked. Az univerzum. Menjen belé, belé. Zsló fog tényleg meggyógyítani. Aha. Én már azt hittem, hogy soha nem állok lábra. Ki az, aki magában arra tett, hogy igen, meggyógyítja? Van olyan? Ugye, hogy nem? Na, hát itt egy kicsit magunkat is teszteltük, hogy ha valakiről azt fogjátok gondolni, hogy na, ez aztán végképp egy kamu, akkor ezt a figurát így képzeltük el, pedig ezt én meg így képzeltem, hogy igen, attól még, hogy valaki nagyon nagy ilyen hókusz-pókuszokat csinál, éppenséggel lehet, hogy ezerből egy akad olyan, aki viszont tényleg jót tesz neked. Igen ám, de honnan a bánatos fenéből tudjuk ezt kitalálni, hogy melyik az az egy, igaz? De ez tulajdonképpen a gyógyteától kezdve, a pszichológuson keresztül, a nőgyógyászon át, az összes masszőri mindenkire igaz, nem? Tényleg el vagyunk itt veszve a nagy ködben, hogy ki a te embered, ki az, aki pont neked való, ki az, aki pont téged fog előhozni a bajból. Megérültél? Igen. De nem jó. Honnan gyógyít téged? Ja, gyógyít? Jobban vagyok. Na, akkor egy picikét még foglaljuk össze, hogy van-e kérdésetek, gondolatotok, mesélni való. Például valami olyanról, amikor valaki nagyon más véleményt gondolt valakiről, és mégis átjött, vagy legyen az ember, férfi, pasi, nő, tanár, kollega, gyógyító, bárki. Mindenki pont olyan volt, amilyennek gondoltuk? Ezek sokkal jobban tudják, hogy kinek meg kell jönni. Ezek szerencsésebben vannak összerakva, ügyesen. Na jó, akkor még addig elmondom, hogy ebben az évadban még egyszer jövünk, akkor pedig május 10-én, megint egy érdekes párosítás lesz, olyan színészek, akik úgy gondolom, hogy nem játszottak együtt, és lehet, hogy nem is találkoztak. A Hegyi Barbara jön, és a Kálid Artúr, aki viszont nálunk még egyáltalán nem improvizált, de én bízom benne, és csak olyat hívok, akiben bízom, és szerintem érdekesek lesznek együtt. A téma pedig az lesz, hogy egy magyar népszokást fogok feldolgozni addigra, aminek az a neve, hogy halogató. Úgyhogy most van rá egy hónapom, hogy szépen megírjam azt, és összeszedjem, hogy mi mindent gondolunk a halogatásról. Úgyhogy addig ezt borítékolnunk kell, ezt a témát. És még június első hétvégén, visszatérve a saját szakmámhoz, vagy azt újra előveszem, és csinálok egy háromnapos csoportot, amiről majd lehet információkat kapni. Mert hogy szoktam én ilyet csinálni, az lesz a címe, hogy a magánélet pszichológiája, és három napon keresztül, péntek estétől, nem itt alvós, de itt lesz a házban, úgyhogy ez kis létszámú csoport, de majd információkat kaptok róla. Na, van még egy jelenetünk, utolsó alkalom arra, hogy valaki valamit szeretne mesélni, megosztani, mondani. Nem. Jó, hát akkor most van még egy jelenetünk, Csilla. Érdekes élete.
Hogy is történt ez? Miért jött ő hozzá? Mert ő egy jó barátom, a Miki. A Miki? A Miki, aki színész szeretne lenni. És azt mondta, hogy eddig mindig kirúgták a főiskoláról, persze. Nem csak, na mindegy, de hogy most még egyszer, hát egyére megpróbálja, neki fut a felvételinek. És akkor kíváncsi volt a véleményemre, hogy ezt a Hamlet monológot, ezt jól mondja-e tényleg. Szia, Csilla! Szia, Csilla! Kezdhetjük? Persze! Bekészítettem már itt a dolgokat. Direkt úgy öltöztem, mint ahogy nem mondják, hogy így akarok majd menni a felvételére, hogy tiszta olyan vagyok, mint a fenyőiben. Kicsit jobb képű vagyok. Én ezzel akarok majd... Tudom, hogy ez klasszikus Hamlet. Ez hogy egy nagyon klasszikus. Nagyon klasszikus, de pont azért jó. Mert hogy annyira klasszikus már, de hogy nem... De azt tudod, hogy azt nem ebben a monológban használja. Hát nem érdekel igazán. Ja. Ehetek egy ilyet? Persze. Ez bio? Aha. Na. Na. Akkor. Szóval azra gondoltam, hogy bejövök. Igen. Biztos, emlékszem arra, amikor a Fenyő Iván az egyik filmjében így bejön. Én pont úgy akarok bejönni. Ez egy... Érdekes, mert nekem inkább a Csányhíve. Pont egyébként eszembe jutott arról egy izét. Nagyon szeretem, mert hogy ő is buddhista, a Csányhíve. Csányhíve. Bejövök akkor. Jó, gyere. De úgy, mint ott tervezem. Nyugodtan mondd meg, ha nem vagyok nem, jó. Nem, csináld, persze, jó, most én... Annyira biztos vagyok jó, mint a Fenyő Iván. Az nem nagy most. Figyelj! Mert hogy itt nagyon, nagyon maga alatt van a Hamlet. Ez nem akar, tudom, hogy ez egy picit sok, bár nem, bejövök mások. Átjön. Lenni vagy nem lenni. Akkor nagyobban kérni. Akkor jobban a sírem csúcsik. Vagy mondom. Úgyhogy ha. Tengyed szagot. Hát emelünk ki. Állni. Tengyed ki, hogy nem lenni. Kiállni. Vagy csak mondjuk, hogy hírek sem tudnak. Teljesen tiszta. Lehetek ebből legyen? Aha. Ez bio? Aha. Kb. Így mondanám el. Igen. Ez így tudott egy kura jó vicc. Majd elmondom utána, ha dolgoztam. Jó. Nekem tetszett egyébként. Nem túl mély. Már hogy mély vagy? Nem, hát mert túl hallottam erős. Csak hogy egy picit halk voltál. Hát most gondoltam, hogy lehet. Jó, nyilván, hogyha most itt lenne, mit tudom, X ember egy nagy színház, akkor nyilván hangosabb. Most csak neked. Nyilván ennek van egy energiája. Csak én sem hallottam úgy nagyon. Tudom, azért mondom, hogy ennek lenne egy energiája. Ja, értem. Most itt előtte... De nem, annak meg volt egy feszültség egyébként. Hogy állok. Igen. És az van, hogy nem tudja, hogy mi van. Igen, meg abból, hogy néha kitörtél, az... Mert akkor meg unalmas lesz. Igen. Itt a Fenyő Iván sokszor. Szerintem. Szóval így kicsit megborítom az egészet. Aha, és... Egyik haveromat begyináztatták egyszer. Egy csaj haverom, kiskunhalason. Mindegy, ez csak eszembe jutott. Jó, Miki, figyelj, hogy dolgozom. Hogy szerintem csináld meg még egyszer, és egy kicsit hangosabban, mert az még fontos, egyszer van bennem még annyi, hogy még egyszer? Szerinted? Igen, fuss rá még egyszer. Még egyszer. És annyi, hogy azért az fontos, hogy hallják. Jó, persze, nyilván. Jövök. Oké. Okay. Most úgy fogok egy kicsit bejönni, mint a Richard Vér és a Fenyő Iván az egyik filmje. Miért játszottak egy filmben? Jó ez az,
bio. Szeretem. Aha. Figyelj! Tehát az van, hogy gyere be, Miki, mondják, hogy Miki! És mondom, hogy jövő. Igen. Kurva jó találkozó. Lehető vagy teplet. Akkor gyere. Valami szóval a jelenet címe az volt a rossz színész hamis Hamletet. Hamlet, Hamlet. Szóval, igen. Mindenkitől elnézést kérni. Ez, igen. Ez volt a feladat. Ez volt a feladat, mert hogy sokat gondolkozom ezen, hogy milyen érdekes, hogy azokat a színészeket tudjuk jó színésznek gondolni, akik őszinték, igazak, oda teszik, és azt érzem, hogy ott van. Na de közben egy olyan szakmában van, amelyik szakmában örökké más valakinek kell lenni, mint aki, és igazából egy pillanatnyi hamisság, nem hogy ekkora, hanem ennek csak egy szikrája benne van egy színészben, vagy az alakításában, akkor igazából már kiröhögjük, akkor már nem jön át, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz dolog az, hogy egy olyan szakmában lenni, ahol te mindig hazudjál, mindig játszál valakit, de igazából legyél mindig őszinte. Ti ezt ott csináljátok? Most Radnai Csilla civilbe, hogyha tudsz mondani erről valamit. Hát szerintem úgy, hogy a színész az nem hazudik, hanem akkor őszinte, tehát, és úgy már nem kozd őszintének lenni, hogy őszinte vagy. Tehát, hogy azt kell elfogadnia arra másfél órára, vagy két órára. Belül magadba. Igen. És akkor már nem fenyeget az a veszély, hogy hazugságot kaptam, vagy hazugságot. Egyébként így is fenyeget. De hogy valahogy így szerint